Drónokat is bevetettek a Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegyei rendőrfőkapitányság egyenruhásai kedreggel, amikor a végsebesség elnevezésű akciójuk keretében a Szilvabölgy lakóparknál tartottak razziát. A helyszínt lakossági kérésre vette fel a közlekedésrendészeti osztály a sebességmérési ellenőrzések útszakaszai közé. Az itt élők jelezték a rendőrség felé, hogy rendszeresen találkoznak szabálytalan közlekedőkkel a lakópihenő övezetben. Itt már ilyen 10-12 autót megállítottak, ugyanis a lakópark övezetnek az a sajátossága, hogy maximum 20 km-es sebességgel és csak határozott céllal, tehát ha itt lakik, van, itt, vagy itt van valami célja. Ezzel ellenben az Orosi útról jellemzően a reggeli és a délutáni órákban, a munkaidő kezdete előtt és a munkaidő vége után átmenő, úgymond egérútnak használják a lakóparkunkat, amit elég gyorsan, tehát ilyen 80-90-es sebességgel fogják és átszágoldanak. Szuhai Judit évek óta ér a lakóparkban, ahol a közös képviselőkkel együtt remélik, hogy a gyakoribb rendőrségi ellenőrzések eredményeképpen mind a gyors hajtások, mind pedig a jogtalan behajtások száma csökkenni fog. A lakossági jelzéseket a rendőrség mindig kiemelten kezeli, indokolt esetben pedig cselekszik is. Erről adott tájékoztatást Vajtó Levente, a Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegyei rendőrfőkapitányság közlekedésrendészeti osztályának vezető helyettese az ellenőrzés helyszínén. Ez a rendőri ellenőrzés ez illeszkedik a háromnapos vármegyei sebességellenőrzési tevékenységünkbe. Igazából ennek a célja az, hogy felhívjuk ismételten a járművezetők figyelmét a sebesség túllépés veszélyeire, illetve ezt a helyszínt azért választottuk, mert lakossági igény érkezett a rendőrséghez. A lakossági bejelentés alapján itt nagyon sok jármű áthajt a lakópihenővezeten, minden cél nélkül. Ugye a lakópihenővezetet azért hozták létre, hogy az ott lakók, illetve az oda céllal érkezők hajtsanak be, illetve át, nem pedig azért, hogy például gyorsabban odaérjünk az úti célunkhoz. Vajtó Levente arra is felhívta a figyelmet, a vármegyei rendőrség hétfőtől szerdáig kiemelt figyelmet fordít a gyorshajtók kiszűrésére, amelyben nem csak a főkapitányság valamennyi sebességmérő eszközét vetik be, hanem Hajdú-Bihar és Borsod vármegyéből is érkeztek plusz készülékek. A gyorshajtás még mindig vezető baleseti ok, a végsebesség akció ennek visszaszorítását célozza. A Szilvabölgy lakóparkban tartott ellenőrzés helyszínére egy közlekedési szakoktató is érkezett, aki a helyszínen elmondta, milyen szabályok is vonatkoznak a lakópihenő övezetekre. Egy ilyen övezetet, hogyha megnézzünk, akkor a legfontosabb az, hogy mettől meddig tart. Ugye a lakópihenő övezet tábla kezdetétől, a lakópihenő övezet tábla végéig tart a lakópihenő övezet. A lakópihenővezetben a közlekedő járművek legfeljebb 20 km/órás sebességgel közlekedhetnek. Általában ez az egyetlen egy olyan szabály, amit a legfőbbképp mindenki túl szokott lépni. Ugyanis ez a 20 km/óra egy elég alacsony szám közlekedést tekintve. A másik fontos dolog, hogy a lakópihenővezetben az utaknak a találkozása általában úgy van megoldva, hogy egyenrangú út kereszteződésnek minősülnek. Itt az emberek csak első körben az egyenrangú hallatán a jobbkéz szabályra próbálnak appellálni, pedig az egyenrangú út kereszteződésben az első tovább közlekedő jármű az a jobbra kisebb bekanyarodó jármű, majd utána következik a jobbkéz szabálynak a taglalása, majd pedig az azonos úton érkezőknek pedig a kanyarodási szabály az, ami dönteni fog az elsőbbség kapcsán. Hebb Szabolcs azt is kiemelte, a lakó pihenő övezetekbe csak az ott lakók, az engedéllyel rendelkezők, a megengedett áruszállítást végzők, valamint a célforgalmat lebonyolítók hajthatnak be. A helyszínen elhangzott, a végsebesség akció keretében tartott kedreggeli razzia során sajnos több gépjárművezetővel szemben is intézkedni kellett szabálytalanság miatt, de mind a rendőrség, mind az ott élők remélik, hogy az ellenőrzések hatására fokozott figyelemmel és a szabályok betartásával közlekednek majd a jövőben.